Sziasztok! A mai videóban azzal fogunk foglalkozni, hogy megnézzük a műszeres update utáni Garmin G3000-es funkcióit, meg hogy hogyan működik, ugyanis az update előtt azt merem mondani, hogy ez a műszer majd, hogy nem használhatatlan volt. Az ILS-ről letért, útvonalról is letért, holding funkcióról nem is álmodhattunk. Volt már erről egy videóm régebben, az update előtti verzióról. Ha meg szeretnéd nézni és össze szeretnéd hasonlítani, hogy mennyit fejlődött, a jobb felső sarokban lévő linkre kattintva megnézheted. Talán ez az egyik legjobban sikerült update-je az Asobo-nak, én véleményem szerint. A beta tesztelők több hónapig tesztelték, nagyon nagy köszönet ezért nekik. Hibával nem is nagyon találkoztam a tesztrepüléseim során. Nagyon örülök az update-nek, mert újra visszatérhettem a TBM-hez egy ilyen gyönyörű, kiforrott navigációs berendezés után. Legelső teendőnk a gép áram alá helyezése lesz. Battery vagy GPU, azaz akkumulátor vagy földi áramforrás között választhatunk. Egy pár másodperc eltelik, mire feláll a navigációs rendszerünk, de egyből láthatjuk, hogy teljesen más a elrendezése, mint az update előtti rendszernek. Mire a helyzetjelzőt bekapcsoljuk, azt veszünk észre, hogy a rendszer már is készen áll. Ahogy körbenézünk a kabinban, egyből látjuk, hogy a Garmin 3000-esnek három nagy darab kijelzője van, de van mellette ez a kettő picike. Ezen a két kicsi kijelzőn egyenként három gombot lehet látni. A felső, a PFD, az ezt a kijelzőt vezérli, az MFD ezt a kijelzőt vezérli. Van még a navigáció és kommunikációs panel, az a legalsó gomb lenyomásával érhető el. Na de nézzük a PFD gombon belül milyen beállítási lehetőségek vannak, ami ugye a baloldali kijelzőnket állítgatja, vagy állítja. Lehet ilyeneket betenni, akinek ez szimpatikusabb, beteszi a térképet oda, betesz egy ilyen forgalom, légiforgalmat mutatja nekünk. De én ezeket kiszoktam szedni, nekem valahogy így jobban tetszik. Ezzel a kis csúszkával itt, ezzel a forgalom, térkép, igen, ezzel a térkép részletességét tudjuk állítani, annak a kis pici térképnek ott baloldalt, a baloldali kijelzőnkön. Tehát lényegében ez ennyi, de ezt így ki is kapcsolom most itt. Még egy picit addig visszateszem, amíg ezt megmutatom nektek, tehát térkép. Ezzel tudjátok a térkép hátterét állítani, legyen ez az abszolút, vagy a relatív. A relatívnál vannak azok a kis piros részek. Ez tulajdonképpen a dombokat, hegyeket mutatja nekünk. Ahol ilyesfajta veszélyek vannak, ott érdemes ezt bekapcsolni. Nézzük tovább. A Bearing 1, Bearing 2 tulajdonképpen navigációs műszereink adatait tudja megjeleníteni. Ide bal oldalt, vagy a Bearing 2, az pedig jobb oldalt. Tehát Localizer, FMS, vagy vegyítve a kettőt, egyiken ez, a másikon az. Másik nagyon fontos dolog, hogy látjuk itt a NavSource-nál, hogy Lock 1. Na most ez az egyes számú navigációs műszerünkből veszi az adatot, azt jelenti, de hogyha valaki beprogramoz egy repülési tervet, és GPS alapján repülünk, akkor mindig FMS-t kell neki mutatnia, és a nyílnak ilyen színűnek kell lennie. Különben a repülőgépünk nem fogja követni a navigációt, vagyis hát az útvonalat, amit beterveztünk. Tehát ez nagyon fontos. Repülési terv, és utána ennek a műszernek FMS-en kell, hogy legyen, míg a Földön be kell kapcsolni. Itt is bekapcsolhatjuk, vagy a baloldali kijelző alján látható aktív NAV gombbal. Ez a felső, most még sötét rész, a bekapcsolt rendszerek és automata pilóta állapotát mutatja majd nekünk.
nagyon nem megyünk azért bele az egészbe, nehogy unalmas legyen a videó. Ezek a gombok a bal képernyő alján, ezek tulajdonképpen ugyanazt csinálják, amit a kis képernyő gombjai. Ugyanúgy lehet állítani őket, szinte ugyanazokkal a beállításokkal. Annyira megyünk most bele a rendszerekbe, hogy ha valaki repülni szeretne, akkor repülni tudjon, vele tudjon repülési tervet készíteni, és azt le tudja repülni. Nyomjuk meg az MFD gombot, mint mondtuk, az MFD az a második kijelzőnek a vezérlője. Látjuk, hogy két részre van osztva, ugyanúgy, ahogy kettő részre lehet osztani az első baloldali kijelzőt is. A ketté osztott részek között a második kijelzőn ezzel a felső tekerőgombbal választhatunk. És ha kiválasztottuk mondjuk a jobb oldalit, akkor ezzel a gombbal tudunk zoomolni, mondjuk a forgalom térképre. Meg tudjuk azt is csinálni, ha nem szeretnénk ezt a kettősséget, hogy a forgalom térképet és a térképet külön nézzük, hogy belemegyünk a Map Settingsbe, és egyszerűen ki fogjuk venni a forgalom térképet, és rátesszük a jelenlegi meglévő térképünkre, így egy térképen tudjuk a repülési tervünket nézni, és a forgalmat is. Ezt úgy csináljuk, hogy Map Settings, Traffic, és Settings. Majd figyeljétek azt a kis ikont ott a sarokba, az mutatja jelenleg, hogy nem üzemel a radarunk, a forgalmi radarunk, de most az Operate-re kattintva már is megváltozik az ikon, és kiírja, hogy korlátlan. Korlátlan azt jelenti, hogy mutatja az alattunk, felettünk, előttünk lévő forgalmat is. Most, ha az above-ra tesszük, akkor csak a felettünk lévő forgalmat mutatja. Hogyha a normálra, akkor gondolom ugyanúgy, mint a korlátlan. A below-ra, akkor pedig az alattunk lévő forgalmat fogja mutatni. Tehát ilyen különféle beállítások vannak még ebben. Tehát ha most lenne forgalom, akkor már mutatná is a térképünkön. Na de menjünk tovább. Térkép orientation, tehát térkép elrendezése. Ez az, hogy észak legyen felül, a haladási irányod legyen felül. Mindenki maga válogatja, hogy szereti. Következő, amit meg akarok nektek mutatni, az az inset window. Azon belül is a flight plan text. Ez egy nagyon-nagyon jó funkció, azért, mert kirakja a repülési tervünket arra, aki szép kis zöld térképre, oda alulra. Tehát nem kell ezen a pici ablakon nézegetni, mert a legtöbbször, mikor repülünk, ezen a pici kis kijelzőn, ezen teljesen más van. Mondjuk beállíthatjuk a rádiót, ahogy most itt beállítom a jobb oldalin. Tehát lehet, hogy ezen éppen a rádió van, de ha ezt megnyomjuk, akkor alulra kirakja nekünk a repülési tervünket, és nem utolsó abban kirakja még hozzá a VNAV profilunkat is. Tehát így lehet kirakni ezzel az egyetlen kis gombbal. Ez a VNAV profile, vagy profil, és az üres rész az jelen pillanatban a repülési tervünk. Tehát a forgalmat megbeszéltük, az időjárásról most nem beszélünk, mert az időjárás radar még nem működik rendesen a szimulátorban. Flight plan direct to, mindenki tudja, hogy mi az, hogy direct to, bepötyögöd a waypointot, lenyomod, és egyszerűen arra kezd el repülni a gép. Procedures, ezek az eljárások, aircraft system, na most itt a repülőgép rendszerei vannak, üzemanyag, hát ez se volt eddig, ez is egy új funkció, látjuk, hogyha változtatjuk az üzemanyagot, akkor a gép teljes mértékben reagál, és a kijelző is mutatja az üzemanyag töltöttségi szintet. Én azt mondom mindenkinek, hogy így töltsük be az üzemanyagot a gépbe, elektromos rendszer, hát itt az elektromos rendszer, mire vagyunk kapcsolódva éppen, töltöttségi szint, general, na ez a general, ez tulajdonképpen annyi, hogy pitó cső fűtést mutat például, hogyha jeges körülmények között repülünk, akkor ez nem az, akkor bekapcsoljuk a pitó cső fűtést, és azt mutatja nekünk zölden, tehát szélvédő fűtés, propeller, de-ice, tehát ezeket a rendszereket mutatja. Következő a weight and fuel, tehát operating weight, ide be lehet írni mindent, nagyon nagyszerűen működik, payload, térjünk ki a payloadra,
Ugye, itt most be van írva, hogy 4 utas, egyenként 80 kiló. De, ha ide beírjuk, akkor a gép karakterisztikája nem fog ettől megváltozni. Tehát ez olyan, véleményem szerint, mintha nem érzékelné, hogy oda beírtuk a 4 utast, szóval semmi nem fog, se a súlypont, semmi nem fog megváltozni ettől. Én azt mondom, hogy mindig hozzuk fel ezt az ablakot, vegyünk egy átlagutast, hogy hány kiló egy átlagutas, számítsuk át fontba, írjuk be fontba a súlyát, és így töltsük meg a gépet utasokkal, majd azután írjuk be ide, hogy hány utast töltöttünk be. Ugyanígy a kárgóval is. Kárgónkat számítjuk át fontba, átszámítjuk kilóról fontba, és akkor oda beírjuk fontba, és a kárgót viszont kilóba beírjuk a megfelelő helyre, ott, ahol a kis kijelzőknél látják, hogy kárgó, oda beírjuk kilogramm mértékegységben a kárgó súlyunkat. Ez a kis egyszerű teszt mutatja azt, hogy a gépünk hogyan reagál a súlyváltozásra. Láthatjuk, hogy rángatom itt a töltöttségi szintet, és akkor a gép mozog. De viszont ugyanez nem mondható el akkor, hogyha a kis kijelzőn írom be a súlyadatokat. Tehát a gép akkor meg sem mozdulna. Innen gondolom, hogy nem reagál a súlybevitelre, ha a kis kijelzőn csináljuk mindezt. Tovább mennék a take-off-ra. Ha feltöltöttük a gépünket üzemanyaggal, akkor FOB Sync, Fuel on board sync, megnyomjuk, és be is írja nekünk, hogy mennyit töltöttünk be. Szóval elég komplex ez a rendszer, vagy legalábbis annak tűnik, de egy kis gyakorlás, kicsi nyomogatás is már is bele fogtok jönni, de örülünk az egésznek, hiszen ez eddig nem volt benne. Tovább menve a Lightning Config-ra, itt a LCD képernyők fényerejét tudjuk változtatni. Nézzük, mi van még. Utilities. Weight and Fuel az már volt, ez itt is szerepel, a minimumhoz érkeztünk, utána ez elég fontos, hiszen hogyha egy ILS megközelítést végzünk, vagy akármilyen másik approachot, akkor a minimumot itt tudjuk beírni. Tehát mondjuk 400 feet, figyeljétek, majd itt fog megjelenni, 400 feet, hopp, már is megjelent a minimumunk, mint 400 feet. És ereszkedésnél, mikor elérjük a 400 feet-et, hang figyelmeztetés is van, azt hiszem egy női hang szól ránk, azt mondja, hogy minimums. Ha hiszitek, ha nem, még a navigációs műholdak lefedettségét is lemodellezték benne, hogy jelen pillanatban milyen szintű lefedettség van a GPS navigációnkhoz. Tovább megyünk, azt hiszem, igen, az Avionics Settings. Itt elég mélyen bele lehet még menni a dolgokba, hogyan mutatja az időt, mértékegységek, hogy legyenek megadva, és a kis térképes kijelzőnk tetején milyen adatok szerepeljenek, például itt felül. Mindjárt meg is mutatom, egyet átváltoztatunk, tehát itt a ground speedet mutatja elsőként. A ground speedet átváltoztatjuk mondjuk fuel on boardra, nézzétek csak, és akkor már is azt mutatja, hogy mennyi üzemanyag van a fedélzeten, visszaállítjuk ground speedre. Tehát ilyeneket tudtok még variálni. Tehát szerintem ez elég mélyen belementek. Jó, nagyon, nekem tetszik. És még mindig nincs vége, ez itt a navigációs és kommunikációs panel, ez pedig itt a transponder, így lehet bekapcsolni, és amint megkapjuk az irányítótól a 4-jegyű transponder kódunkat, beírjuk és Enter segítségével be is állítjuk, látjuk, hogy be van állítva. Itt az Ident gombunk, ezt tudjátok, irányítók, aki online irányít, biztos tudja, meg a pilótáknak is tudni kell. Mikor megkér minket az irányító, hogy please Ident, te megnyomod ezt a gombot, és az irányítónak a képernyőjén felvillansz, így könnyebben megtalál téged a sok többi gép között. Tehát ha azt nézzük, teljesen online kompatibilis lett a gép, minden olyan rendszeren működik, ami egy online repülés során elengedhetetlen. Menjünk tovább a kommunikációra, mint tudjuk, két kommunikációs rádió van a gépen. Láthatjuk, hogy mic és mon, és ott egy egyes van. Tehát azt jelenti, hogy a mikrofon az egyes csatornára beszélsz, és monitor, tehát monitor, nem számítógép monitor, hanem azt hallgatod. Tehát egyes csatornára beszélsz, és az egyest hallgatod. Ha átváltjuk kettesre, akkor a COM2-es él, COM2-es él, és azt is hallgatod. Vissza egyesre, ugyanúgy a COM1-es él. Ez nagyon jó kis rendszer, így lehet váltogatni, nézzétek.
Jó, hát most ugyanaz a frekvencia mind a kettőre beállítva, de várjál, átírjuk a frekvenciát. 122.8, és akkor így lesz a COM2-esen majd élő a 122.8, de mint látjuk, a mic és a mon is egyesen van, tehát most az egyes rádiócsatornánk az élő. A kettest állítgathatjuk, nem történik semmi. Azért jó ez, mert ha online repülünk, az egyes csatornára mondjuk a földi irányítást ráállítottuk, és a kettesre ráállítjuk, mi van a földi után, a torony, hogyha indulunk. Tehát arra meg ráállítjuk a tornyot a kettesre. És amikor odaérünk a holding pointhoz, akkor utána úgyis a toronyra kell átállni, és nem kell nézni a chartot, hogy mi is a frekvencia, csak egyszerűen átváltunk a kettes rádióra. Tehát tök szuper az egész. És miután átváltottunk, ugyebár akkor már a torony frekvencián vagyunk, utána beírhatjuk az egyeshez az approachot, mivel a torony után következik az approach. Beírjuk az egyesre az approachot, előre dolgozunk egy kicsit, hogy ne felszállás közben kelljen pötyögni, és amikor felszálltunk, felemelkedtünk, akkor szépen a torony elköszön, kontakt approach, és csak egy gombot nyomunk meg, és már is az approachon vagyunk. Tehát így lehet előre dolgozni, és nagyon jó ez a rendszer, hogy megcsinálták a rádiót is, szuper! Na, hát a rádióról ennyit. Hát online ki kell próbálni, szerintem nagyon jó. Nagyon jó. Na, nézzük, mi van még hátra. Audio és rádiók itt van. Itt ugyan megtalálhatók a kommunikációs rádiók, de megtalálható a kettő navigációs rádiónk is. Látjuk, hogy NAV 1, most átállítom, hogy mutassa, látod? NAV 1, NAV 1, 110.5, FER. Most elállítom, meg úgy lehet az aktív és a standby között változtatni, hogy rámész, már rákattintasz, és akkor cross, tehát azt a gombot megnyomod, azt a cross, nem tudom, mi volt odaírva. Tehát így lehet a navigációs csatornánkat manipulálni. Hogyha vorállomást tuningolunk be, akkor látjátok azt a csúszkát. A hang, tehát a morze kódját is le tudod ellenőrizni, és a hangerőt is tudod állítani. Na most itt ez a két rádió, ez a kommunikációs rádió, amit az előző panelen is láttunk, szóval annyi, hogy itt a hangerőt tudod még állítani hozzá. Tehát itt tulajdonképpen több újdonság nincs. Ezen az oldalon az újdonság a navigációs rádió volt. Kicsit feljebb az automata pilóta kezelőrendszerét látjátok, egyáltalán nem bonyolult, meg fogjuk nézni menet közben is, és ti is meg fogjátok tudni tanulni, hogy hogyan kell ezt kezelni, vagy hogyan kell vele eljárást lerepülni. De nézzük is meg, hogy hogyan tervezünk repülési útvonalat. Egyszerűen rányomunk a flight planre, majd beírjuk az induló repterünket. Mivel most mi Budapesten vagyunk, ezért azt írjuk be. Jó. Aztán beírjuk az érkező repterünket. Nekünk az érkező repterünk is Budapest lesz, mivel csak egy körre visszük a gépet. Ha ez megvan, kiválasztjuk az induló futópályát. Nálunk ez a 31 left, 31 bal pálya lesz. A pálya kiválasztása után az eljárásunkat választjuk ki. Procedures-re kattintunk, majd Departure. És itt ismét a Departure-re kattintunk. Én már előre elterveztem, hogy ez az eljárás a Gilep 2 Lima lesz. Itt van. Beteszem nektek ide a chartot, stoppoljátok le, és nézzétek meg, az a vonal, amire a Gilep 2 Lima van írva, na az a mi eljárásunk. Chartot kiválasztottuk, de nem látunk semmit a térképen. Nézzétek csak, preview-ra kattintunk, show on map, tehát mutassa nekünk a térképet. És össze is tudjátok hasonlítani ezt a kis rajzot a chartunk rajzával, ugyanazok a waypointok, és teljesen ugyanúgy is néz ki. Tehát így kapunk egy ilyen előnézeti képet a kiválasztott eljárásunkról. Így meg tudjuk nézni, hogy ez az eljárás hogyan néz ki.
És innestől már csak a load gombra kell kattintanunk, és ekkor fog bekerülni nekünk a flightplanbe, és felül a térképbe. Nézzük csak meg, közelítünk egy picikét. Tehát látjátok, az eljárás ugyanúgy néz ki. Annyi a változás, hogy Gilep után van egy egyenes vonal vissza a reptérre. Ez azért van, mert a flightplanünk jelenleg félkész, és az érkező repterünk már megvan adva, és vezetne vissza egyből a Gilep után az érkező reptérre. Na, mivel ezt betettük, látjátok, itt az induló eljárásunk, ez itt az, Gileppel fejeződik be. Kicsit kintebb zoomoltam a térképen, mert meg akarom mutatni azt, hogy bár rövid a repülési tervünk, egyetlen útvonalpontot fogunk betenni, ez pedig itt a PTB. Ez egy vorállomás, ez a puszta szabolcsi vorállomás. Látjátok, ide tesszük be. PTB. Ki is írja, hogy Magyarországon van. Rányomunk az Enterre. Most már térképen is kezd egy kicsit jobban kinézni a repülési tervünk. Tehát ez az egyetlen útvonalpontunk. Minden útvonalpont az en-route alá megy be, és itt írja is, hogy add en-route waypoint. Hogyha akarunk még adni hozzá, akkor adunk, de nekünk egyelőre ennyi elég lesz, azt mondjuk, hogy done. És akkor eltűnik. Tehát lezárja az útvonalpont adási lehetőséget. De mit csinálunk, hogyha esetleg meggondoltuk magunkat, és mégis szeretnénk hozzáadni, akkor azt hogyan csináljuk? Most akkor oda a repülési terv? Nem. Tegyük fel, hogy a pusztaszabolcsi vorállomás után mi hozzá szeretnénk adni a BUG, azaz a bugaci vorállomást. Hogyan is csináljuk ezt? Úgy, hogy már le van zárva a repülési tervünk. Na, rákattintunk a pusztaszabolcsi vorállomásra a repülési tervünkben, és van egy olyan, hogy insert before, tehát rakja be elé, vagy insert after, rakja be utána. Mi utána szeretnénk, hogy következzen, tehát az insert after-re kattintunk, és annyit csinálunk, hogy beírjuk, hogy bug. Tehát ez a bugaci vorállomás. Ki is fogja írni? Nem. Ki írja, hogy több ilyet találtam. Na, nézzük meg, nyomjunk Enter-t. Nézzétek csak, az egyik Magyarországon van, Bugacon, a másik Ausztráliában van, 8000 mérföldre innen, tehát most nincs kedvünk Ausztráliába repülni, de látjátok, így működik, hogyha több olyan waypoint létezik a világon. Nagyon egyszerű, csak rákattintunk a megfelelőre, és azt fogja nekünk berakni. Be is került a pusztaszabolcsi vorállomás, utána Bugaci következik, a térképen is mutatja nekünk ezt. Tehát ezt csak azért mutattam meg, hogy tudjátok, hogyha eltűnik az a lehetőség, hogy add en-route waypoint, rákattintottatok a done-ra, tehát eltűnik, akkor azután is tudjatok hozzá waypointot adni ezzel az egyszerű módszerrel. De mivel nem kell nekünk a Bugaci, nézzétek, remove waypoint, ezzel tudjátok kitörölni. Kitöröltük, és ezzel azt is megtanultuk, hogy hogyan tudunk waypointot törölni az útvonal tervünkből. Ugye hátra van még az érkező eljárásunk, ezért újból a procedure gombra kattintunk, ugyanúgy, ahogy az indulónál. Arrival-t választunk ki, az az érkezés. Tehát a pályánk 31 left, és az érkező eljárásunk a Vajdi 2 hotel lesz. Látjátok, ott van, hogy Vajdi. Ott a vonalon rá van írva, hogy Vajdi 2 hotel, figyeljétek a nyilakat, az a haladási irány, vezessétek vissza, és az lesz az eljárásunk. Ki is keressük, nézzük, hol van. Van egy pár. Vajdi 2 hotel, látjátok? Rákattintunk, pályát kiválasztjuk, mert ez két pályára is eljárás, 31 left, semmit nem látunk, nem baj, preview, show on map. Megnézzük az előnézetet, és látjátok, teljesen úgy néz ki, mint a charton. Ott van Vajdi, és a legvége az Attikónál ér véget. Látjátok, ha lekövetitek végén, Attikó van. Ez azért van így, mert ez érkezés. Látod, ott van Attikó. Azért van így, mert ez érkezés, ezután még jön az approach. Be is tettük, van itt egy kis kuszaság, rá is közelítünk. Jó, a két eljárás az úgy látom jó.
tehát Gilepről megyünk Puszta Szabolcs, aztán visszajönne Vajdira, és onnan kezdeni az érkező eljárás. Tehát Puszta Szabolcs az nem kell nekünk, mert összekuszálja a térképünket. Puszta Szabolcs nem fog kelleni. Tehát ezt így szépen ki is fogjuk törölni, de jegyezzétek meg, amit Puszta Szabolcsról és az útvonal bevitelről mondtam, hogyan kell csinálni, hogyan kell bevinni. Nézzétek vissza esetleg. És most Puszta Szabolcsot kitöröljük. Egyszerűen rákattintunk. És remove waypoint. Jó, kitöröltük. Nézzétek meg, mennyivel tisztább lett a térkép. Induló eljárás, Gilepig, aztán érkező eljárás, Atikóig. Most ez azért történt így, mert nagyon rövid az útvonal, de hosszabb útvonalnál is mindig nézzétek, ellenőrizzétek vissza a repülési tervet, mert lehetnek benne meglepetések, amit korrigálni kell. Tehát most jön az approach, procedure-re kattintottunk ismét, approach-ra kattintunk, 31 left a pálya, mint látjuk, 31 leftre már ILS 31 left van beállítva, ugye ez a legbiztonságosabb, ez a legpontosabb, ez a földre telepített kis rádióantennákból kisugárzott jelet fogja befogni. De vannak itt még GPS, AirNav GPS approach-ok, LPV, LV, látjátok, AirNav. Szóval mindenféle approach-ot tud most már a G3000-es, sőt még a legvégén a vizuális megközelítések is be vannak téve. Most tudni kell, hogy az ILS a legbiztonságosabb, utána jönnek az AirNav GPS approach-ok. Ez nagyon hasznos nekünk, mert most már olyan repterekre is le tudunk szállni, ahol nincs kiépített ILS, abban az esetben az AirNav GPS approach-ot használnánk. Van egy videóm, belinkelem felülre AirNav GPS approach-t, hogy kell lerepülni. Ha van kedvetek, nézzétek meg, az a Garmin G1000-essel készült. Különféle GPS approach-okat repülök le vele. Egy picit másabb jelzéseket látunk a kijelzőn, mint ILS-nél, de alapjában véve nagyon hasonló. Itt most egy hagyományos ILS approach-ot fogunk lerepülni, ki is jelöltem, és feltesz egy kérdést, hogy mi az utolsó waypointunk. Tehát mi az utolsó waypointunk? Emlékeztek az eljárásban? Atikó. Ott van. Látjátok? Tehát megadjuk neki az Atikót, mint utolsó waypointja az érkezésnek, és ez lesz az első waypointja az approachnak. Elő is veszem most gyorsan a chartot, és megnézzük, hogy látjátok, ott van Atikó, ott felül. De nekünk most ez fog kelleni, 6.48, ez az ILS megközelítésünknek a minimum magassága. 648. A futópálya tengerszint feletti magassága 448, a minimumunk 648, tehát 200 feet a föld felett az a minimum magasságunk. De a 648-at írjuk be minimumnak. Beírjuk a 648-at, de nézzétek, ott balra mellette a minimumsnál a baró van kiválasztva, hiszen ez a minimum a barometrikus nyomás szerinti minimum. 650-et írok be, mindjárt elmondom, hogy miért, de azt akarom megmutatni, hogy nézzétek meg, hogy beírta a 650-et, és kitette nekünk ide a Primary Flight Display a 650-et, de ugyanakkor kitett felülre egy ilyen kis jelölést ide, hogyha ezt elérjük, akkor egy figyelmeztetést ad majd, hogy elértük a minimumot megközelítés közben. Hogy miért 650-et írtam be? Azért, mert ha 648-at beírunk, és 648-nál megszakítjuk a megközelítést, akkor valószínűleg becsúszunk 648 alá. Így 650-nél van egy kis ráhagyás. Na, de vissza az approach-ra. Megnézzük ugyanúgy ezt is, mint a többit a térképen, ellenőrizzük, hogy tényleg ez az, amit szeretnénk, és nem a load and activate-re, hanem a load-ra kattintunk, simán csak a load-ra, és be is teszi nekünk a tervünkbe, repülési tervünkbe, flight planünkbe. Azt hiszem, hogy én látok itt valami kis, látok én itt egy kis hibát, ott van Atikó, és utána még van ez a Mansec. Mansec? Ha jól mondom. Az nekünk nem kell oda, mert én úgy látom, hogy Atikó eljönne, és ott megfordulna, aztán visszamenne. Nem, nekünk az nem kell. Látjátok, ezért kell átnézni a repülési tervet, mert vannak benne ilyen
Vannak benne ilyen meglepetések. Én azt ki fogom törölni, mert szerintem az minket be fog zavarni. Ha nem is minket, akkor legalábbis a gépet így kitöröltem, és nézzétek, tökéletes, nagyon szép. Jól van. Jó, kész vagyunk a repülési tervünkkel. Most megnézzük teljes egészében, hogy hogyan is néz ki ez. Szépen gyönyörű induló eljárásunk megvan. Runway 3 van left. Így jövünk szépen teljesen gilepig. Aztán összekütjük az érkező eljárással, és atikó, és vissza a 3-1 left-re. Gyönyörű, jó lesz. Ezen a kis rövid útvonalon a legnagyobb magasságunk 8000 láb lesz, szóval ezt most beállítjuk. Jó, a repülési tervvel készen vagyunk, még a barometrikus nyomást állítjuk be, állítom be a barogomból itt, és azután minden készen áll, szóval indulhatunk. Rendben, itt akkumulátoron vagyunk, üzemanyagpumpa autó, starter on. Generátor, automatikus tankválasztó, 5 percenként váltogatja a tankot, hogy egyenlően fogyjon az üzemanyag. Bleed air, inertial separator és pitot heat, vagyis hát pitot csőfűtés. Jó, minden rendben, parking brake az on, be van kapcsolva. Gázkart átváltjuk taxira, nekem ez úgy működik, hogy az egér görgőjét kell lenyomni, aztán bal egérrel kattint az ember, és akkor taxira vált. Ugyanígy van ez visszafele is. Jó, egy flapset állítottunk, egy take-off flaps, a trimet beállítjuk. Hát én oda zöldbe állítom a trimet. Jó, minden rendben. Parking brake ki, és indulhatunk. Van egy fehér visszajelzés ott a hajtómű adatok alatt. Azt írja, hogy inertial separator. Azt kapcsoltam ott a pitot csöveknél alul. Az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami lezár egy lamellát a hajtómű beömlőnél, és a beömlő levegő nem egyenesen a hajtóműbe megy, és ezzel el lehet kerülni azt, hogy a földről felszippancson valamit a hajtóműbe, egyenesen a hajtóműbe. Alacsony magasságoknál szoktuk használni, vagy olyan pályánál, ahol mondjuk füves vagy, nem betonpálya. Tehát van esély rá, hogy valamit felszippanthat. Vagy mondom, alacsony magasságoknál, esetleges madárral ütközésnél, a madár nem egyenesen be a hajtóműbe megy, hanem a lamella miatt elterelődik a levegő először egy másik helyre. Akartalak a hosszú taxi úttal untatni benneteket, egy kicsit levágtam, landing lights on.
Strobe lights on. Jó, enyhe. Enyhe oldalszelünk van. Jó, akkor nézzük. Már érzem, hogy túlságosan orra trimmeltem a gépet, elég erősen kell húzni. Na, mindegy, most már ezt kiszenvedjük. Gear up. És nem a trimmen fogok állítani, mert nekem bajosabb, hanem megkérjük az automata pilótát, hogy korrigálja ki nekünk, ha sikerül bekapcsolni. Ah, nem. Tudom, miért nem sikerül bekapcsolni, persze. Ezt is se felejtsétek el, az az automata pilóta főkapcsolója. Tehát, autopilot on, yaw damper on, flight director, nav és FLC. Az FLC egy nagyon-nagyon hasznos funkció, én mindig használom. Mindjárt elmondom, hogy miért. Tehát FLC, vagyis Flight Level Change, az automata pilótával együtt használjuk, ez a gombja. Ez. És feltesz nekünk ide egy számot, 159. Ezzel be tudod állítani a sebességedet, a kis tekerő görgőt állítod, akkor csökken. Ha felfele tekered, akkor növekszik. De ez azért nagyon jó, mert ilyen emelkedésnél, ha vertical speedet, vagyis VS-t használsz, fennáll a veszélye, hogy egy idő után áteshet a gép, nem figyelsz oda, elfogy a sebesség és átesik a gép, ha nagyon erős emelkedést állítasz. De VLC-vel ez nem történhet meg, mert úgy állítja a gép emelkedési szögét, hogy mindig tartsa a beállított magasságot. Tehát nagyon szuper eszköz. Tehát most teljes autópilótával repülünk, a sebességet is ő korrigálja, egyedül a gázadás az, amit az automata pilóta nem korrigál a TBM-nél, a gázadást azt te korrigálod. De most a sebességet is ő korrigálja, az emelkedést is ő korrigálja, és látjuk, hogy gyönyörű szépen elkezdett fordulni. 8000-re emelkedünk most, egyből. Nagyon szépen vezeti a gép saját magát. Az előző verzióhoz összehasonlítva, hát nagyon nagy a fejlődés, mert láthatjuk, hogy mennyire szép, finom, pici mozdulatokkal irányítja a gépet. Kicsit kizoomolunk a térképről. Gyönyörűen megy. Lassan 7000-nél vagyunk, figyeljetek egy hangra. Vagy most. Na ez a hang, ez azt jelzi, hogy a 8000-hez közeledünk. Mindig 1000 méterrel előtte ad egy sípoló hangot, és a 8000-es, amit beállítottunk a Primary Flight Display-en, elkezd nekünk villogni. Így tudatván, hogy a 8000-hez közelítünk. Na nézzük csak. Tökéletesen. Tökéletesen beáll 8000-re. Látjátok, ott felül a Primary Flight Display-en felül a kis adatokat, ami mondtam, hogy a Földön az még úgy sötét. Látjátok, itt tele van mindenféle információval. FMS, Autopilot, Yaw Damper, Alt és zölddel, hogy 8000. Amint elérjük a 8000-et, az FLC, amiről beszéltem, hogy tartja a sebességet, az kikapcsol. És engedi a gépet gyorsulni, látjuk 209-210 csomó. Tehát ilyenkor már az FLC kikapcsol. De ugyanúgy újra beállíthatjuk, ha mondjuk emelkednénk 30000 lábra innen, akkor szépen beállítjuk a VS-sel az emelkedésünket, elkezdünk emelkedni.
Hagyjuk, hogy a sebesség 210-ről visszaessen mondjuk 160-150-re, kicsit ideálisabb emelkedési sebességre, és ezt mind VS-sel, Vertical Speed-del, és amikor visszaesett 140-150-re, hogy ne essen tovább, bekapcsoljuk a VLC gombot az automata pilótán, és az gyönyörűen tartja nekünk a 140, vagy éppen a beállított sebességet. És nem kell attól tartanunk, hogy a nagy nézelődésben itt a műszereken egyszer csak azon veszük észre, hogy elfogyott a sebesség, és már 120-on vagyunk, a gép billeg. Ilyen nem történhet meg, ha a VLC-be van kapcsolva. Egy nagyon-nagyon jó funkció. Ugyanúgy az igazi gépekben is benne van persze. Most érkezünk ehhez a jobb fordulóhoz, itt már egész nagy a sebesség, 132 csomó a sebességünk. Elég szépen veszi ezeket a fordulókat. Amúgy meg kell hagyni, hogy elég turbulens a levegő néhány helyen. A live weather-t használom. Megvettem annó egy éve, másfél éve a Rex Weather Force-t is, de hát annak vannak hibái sajnos, össze-vissza ugrál a barometrikus nyomás, meg ilyesmi, kb. Egy éve. Tehát én egy éve a Live Weather-t használom, mert jó volt a Weather Force az elején, a Rex Weather Force, de egy olyan 6 hónapig. Utána jöttek a frissítések a szimulátorba, és egyszerűen a Rex csapata nem éri utol magát a szimulátor frissítésekhez képest. Mindegy, szóval más téma. Nagyon, nagyon bosszantó. Aha, látjuk, hogy a gép azért egy kicsit... Aha, húscsomós. Igen, húscsomós itt a Primary Flight Display-en mutatja a széladatot, hogy egy húscsomós teljes oldalszelünk van jobbról. Tehát ezért áll a gép egy picit szögben a repülési tervhez képest. Tehát ez nem hiba, hanem a oldalszelet korrigálja ellen. Gyönyörű. Azt hiszem az ott a Velencei tó. Minden bizonnyal. Egyébként egy kis érdekesség. Elindítottam az új Facebook csoportunkat. Ezt azért tettem, mert leveszi egyrészt a terhet a vállamról, mert rengeteg e-mailt kapok. Egyszerű kérdésekkel, hogy mindegy, most nem hozok fel példákat, mert mindenféle kérdést kapok, de kicsit bánt, mert nem tudok rájuk válaszolni, nincs rá annyi időm. És volt egy Facebook oldal, de az lényegében egy Facebook oldal volt, nem pedig csoport. Szóval az oldalt nem tudtam átváltoztatni csoporttá, de viszont ki voltatok zárva a közösségből így fogalmazván, és azt gondoltam, hogy akkor nyitok egy Facebook csoportot, és mindenki regisztrálhat, nagyon rendesek, egy nap alatt lettünk 160-an, ami szerintem hihetetlenül jó. Rengeteg ember van ott, aki már több mint 10 éve szimulátorozik, szóval nyugodtan feltehetitek ott is a kérdéseiteket, nem kell e-mailt írni, és akkor vagy jön rá válasz, vagy nem. Ott egyből felteszitek a kérdést, egy pár órán belül, pár percen belül talán már valaki válaszol is rá. Közben tudtok posztolni, fényképeket feltölteni, beszélgetni másokkal. Szóval ez egy nagy könnyebbség részemről is, és nektek is csak jobb, hiszen van egy közösségi oldal most már, ahol tudunk beszélgetni. Ennek a csoportnak a linkjét a leírásban találjátok meg, tehát link a videó leírásban, nézzétek meg és lépjetek be. Lassan-lassan itt az induló eljárásunk végére érünk, Gilep lesz az utolsó waypoint, és majd Vajdi lesz az érkezőnek az első waypointja. Szerintem tegyünk egy nagy tesztet, és Vajdira csináljunk egy holdingot, rákattintunk Vajdira, hold at waypoint, és itt kiválaszthatjuk a holdingnak a paramétereit. Nézzétek csak, jobb forduló vagy bal forduló, inbound vagy outbound, a time az a szárak hossza. Lehet változtatni distance-re is, távolságra is, tehát a leg distance 4 mérföld legyen. Legyen 4 mérföld? Legyen. Állítsuk át 2-re. 2 félre. Sok lenne a 4. És még a kis ovális
holdingunknak is a szögét, hogy hogy helyezkedjen el, még azt is meg tudjuk adni a course menüpontnál. Tehát teljes mértékben az igényetekre, vagy az irányító igényeire lehet szabni ezt a holdingot, hogy hogy nézzen ki. Na nézzük, Create-re kattintunk, és nézzétek a térképen, Vajdi. Aha, jól néz ki, megjelent a holding. Ugye, hogyha a szárait hosszabbra hagyjuk, akkor a distance vagy a time-ot kell állítani egy kicsit többre, és akkor hosszabb lesz ez az ovális. Tehát most a repülési terven kétszer szerepel, hogy Vajdi. Egyszer a waypoint Vajdi, egyszer meg, hogy hold at Vajdi. Most rámegyünk, és azt akarom megnézni, hogy a szárak hosszát lehet-e manipulálni itt, már miután megcsináltuk, létrehoztuk. De nem. Tehát akkor ezt itt előtte kell eldönteni, hogy a szárának milyen hossza legyen. Vissza is állítom kettő félre, hogy nehogy valami problémát szűrjön ez itt nekünk. Közben megkérlek benneteket, hogy aki nem tette, nyomja meg a feliratkozás gombot, lájkoljátok a videót, ezzel nagyban segítitek az algoritmust, és népszerűsítitek a csatornámat. Nagyon sok munkát fektetek bele ebbe, egy ilyen videó létrehozása is 1-2-3 napba is beletelik. Ezt, ha lehet így mondani, akkor kicsit az én hibám is ez, mert elég maximalista vagyok, szóval nem elégszek meg az elmegy kategóriával. Szeretnék minél többet kihozni, és minél színvonalasabbra csinálni a videókat. Hiszen magyarul alig-alig van ilyen. Lassan eljön az igazság pillanata. Mindjárt a Gilepnél csinálunk egy balfordulót, és utána neki rá kéne állni a holdingra. Hát ha holdolni is tud, és ilyen remekül tud, mert én bevallom őszintén, még a holdingot nem próbáltam ki. Repültem itt 10 órát vele, de valahogy ez kimaradt. Pedig jól átnéztem. De mondom, ha itt vagyunk és videó is készül róla, akkor a holdingot nem szabad belőle kihagyni. Lényegében, hogyha a holdingot tudja, automata pilóta rendesen működik, rádió működik, transponder működik rendesen, akkor ez egy nagyon-nagyon szuper kis gép lesz, akár online repülésekre is, a Vatszín vagy IVAO csatornákon, egy nagyobb rendezvényen is akár, hiszen fel vagy rá szerelkezve, fel vagy készülve arra, hogy akár kicsit mellékvágányra tesznek egy 5-10 perces holdingra, ezt is meg fogod tudni csinálni flottul. Hát igen, azért nagyon sokat fejlődött. Az előző videóm, ami ezzel a témával kapcsolatban a G3000-esről csináltam, az kb. Fél éve készülhetett, és fú, hát nem hogy holdingolni nem tudott, hanem az approach, igen, az approach-ra nem akart ráállni, egyáltalán nem akart ráállni. Ráállt ugyan, de picit lenéztem, és utána már kanyarodott el, de teljesen magától. Nagyon-nagyon idegesítő volt, és azért nem szerettem ezzel a géppel repülni, amúgy imádom ezt a gépet. Azért nem szerettem vele repülni, mert nem volt jó benne a navigáció, de most ez brutál. Nagyon jó. Én szerintem ennek az update-nek nagyon benne van, ebben az update-ben nagyon benne van a keze a Working Title csapatnak. Mert ugye a G1000-est is ő csinálta, és biztos vagyok benne, hogy a G3000-est is ők hozták fel ilyen szintre. És most minden szempár a jobb oldali képernyőre, a térképre szegeződik, nézzük. Az igen. Na, ez nem semmi. Tehát látjuk, ott a térkép alatti kis repülési terv jegyzeten, ott alul gyönyörű szépen be rózsaszínesedett, és itt is jelzi, hogy ő holdingol. Tehát nagyon szépen átlépett a holdingra a repülési tervben is. Tehát mindent korrektül mutat, nagyon szépen finoman fordul. Az igen, hát ez egy gyönyörű gép lett. És ami jó hírem van számotokra az,
hogy ha jól tudom, és már pedig jól tudom, mert tegnap megnéztem, hogy a Cessna Citation Longitude gépen is a G3000-es van, ő van beszerelve. És megnéztem még a menük is, tehát a menüpontok ezeken a kis kijelzőkön, még az is 95%-ban megegyezik ezzel, ami a TBM-ben van. Szóval, ha az is ilyen jól működik, akkor van egy jó Citation Longitude business jetünk is, amiről nagyon gondolkodom, hogy csinálok egy videót, ugyanis megkeresett engem egy néző e-mailben, hogy nem-e csinálnék róla videót a G3000-esről a másik Cessna Business Jetben, de hát abban nem G3000-es van, abban van egy másik navigáció van, amit még egyelőre nem sikerült kibogoznom teljesen. Ezért mondtam neki, hogy csinálok, de akkor a Citation Longitude-ról csinálok, mert abban van a G3000-es, mert ő mindenképpen a G3000-essel akart videót csinálni. Tehát megnézhetjük majd a Citation Longitude-ot is. Lényegében ott már nem fogok végigmenni ennyire részletesen rajta, ott már ismerni fogjátok ezt a G3000-est, majd belinkelem oda is a videót, és akkor ott lényegében a gépkezelését szeretném majd megmutatni, csak hát először nekem is át kell néznem, mert még egy órát nem repültem a Longitude-dal, bár lehet, hogy kellett volna, sokan azt mondják. Tehát annak a kedves nézőmnek üzenném, hogy remélem ebből a videóból is tud profitálni, és tudást szerezni, mert mondom, a Longitude-nak szinte teljesen ugyanez. A G3000-ese, ezek a vagyis hát ezek a menüpontok vannak, és valahogy még hasonló az elrendezése is. De a grafika, a menüpontok a kicsi kijelzőkön teljesen ugyanez, teljesen ugyanez. Aminek nagyon örülök, mert sokkal könnyebb gépet váltani, és átülni egy olyanba, ha valaki azzal szeretne repülni. Közben a G3000-esünk és a TBM olyan flottul nyomja itt a holdingot nekünk, hogy teljesen el tudunk beszélgetni. Vagyis hát én elbeszélgetek magammal. Nagyon jó. Oda se kell rá figyelni tényleg. Ezen a kis alsó kijelző nyugodtan lehet a rádió bekapcsolva, a rádiópanel, és akkor lehet az apróccsal tartani a kapcsolatot. De tényleg chartot nézni közben. Szóval nem az van, hogy tűkön ülsz és nézed, hogy mikor tér le, úristen. Online vagyok, jaj, le fog térni. Nem. Tökéletes, megbízható. Már majdnem egy kört mentünk a holdingon, ezért kicsit begyorsítom nektek, és majd kivétel előtt leállítom. Ne legyen olyan hosszú a videó, már így is hosszú mondjuk, szóval. De nem lepődök meg, mert a G1000-esről is azt hiszem 1 óra 20 perces volt a videó. Na, akkor nézzük. Az esetleges hibák kiküszöbölése érdekében én azon gondolkoztam, hogy úgy fogunk kijönni ebből a holdingból, hogy nem kitörlöm a holdingot egyből, hanem Vajdira nyomunk egy directet, és akkor meglátjátok, hogy hogyan kell directelni, tehát Vajdi, direct, active, direct to Vajdi, és akkor tudja, hogy Vajdira kell most mennie, és a holdingot, ami alatta van, egyszerűen csak kitörlöm. És akkor tökéletesen ráfordul Vajdira, és Vajdi után a Josep a következő. Tehát így tudja, hogy mit kell csinálni. Én inkább így csinálom, mert nem biztos, de adódhatnak különféle hibák, hogyha holdingot egyből elveszi az ember. Jó, kicsit gyorsítsuk be, amíg kijön ebből a holdingból, mert a következő téma, ami jön, az a VNAV,
Vénit és a VNAV profil lesz. Ez fogja nekünk szabályozni a ereszkedést. Nagyon érdekes, majd mindjárt meglátjátok. Tehát most az egerem az aktív VNAV profilunkon van. Ott mutatom nektek. Atikó, a waypoint, 4000 lábat mutat, és ha nézitek a kis picike képernyőt, az alsót, pillanat, tehát itt a sötét mezőkben látjátok, hogy 1285 feet per minute, vagy mínusz 3 fok. Tehát ilyen ereszkedési feet per minute, vagy ilyen ereszkedési szög társul ahhoz, hogy most 8000-ről Atikóra 4000 lábra ereszkedjünk. Ha én most azt mondom, hogy ezt az ereszkedést később vagy hamarabb szeretném, tehát Atikót kiválasztjuk, 4000 lábon kell lenni Atikónál, de itt látjátok csak 0,9 fok az ereszkedési szög. Vagy változtassuk másfélre. Látjátok, hogy ott van egy TOD a térképen, TOD, ahol az egér van, az a Top of Descent. Tehát ezt úgy kell elképzelni, mint egy lejtőt, és a lejtő, a Top of Descent a lejtő teteje. És ahogy állítjuk az ereszkedési szöget enyhébre, vagy meredekebbre, úgy változik a Top of Descent, nézd, 3 fok, el fog tűnni, közelebb került a reptérhez, látjátok? Tehát úgy változik a Top of Descentnek a helyzete, tehát a helye. Mivel meredekebb az ereszkedési szög, így közelebbről kell majd megkezdeni, később kell megkezdenünk az ereszkedést. Ha enyhébb a szög, akkor hamarabb kell megkezdeni az ereszkedést, de enyhébb szöggel fogunk ereszkedni. Tehát ennyi a lényege a VNAV profiloknak, és így működik a VNAV profil a G3000-esben. Ezt nem csak aprósnál használhatjuk, akár útvonal közben is, de egy pár dolognak helyesen kell lenni beállítva. Első, VNAV gomb. Most nyomtam meg. És a magasságunk helyesen be legyen állítva a kért magasságra. Tehát Atikónál a 4000. Így, ez a második pont, aminek be kell lenni állítva. Tehát első a VNAV, másik a magasság, a harmadik az aktív VNAV profil. Tehát VNAV enabled, zölden világít, aktív. Itt látjátok az aktív VNAV profilt, 4000 Atikó, time, tehát time to TOD, látod? Itt van time to TOD, 6 perc, 2 másodperc. Ez azt mutatja nekünk, hogy 6 perc, 2 másodperc múlva fogja megkezdeni a süllyedést a gép magától. Tehát minden adott, most már csak a Top of Descent pontig kell várnunk. Hamarosan Top of Descent, most már csak a Primary Flight Display ezen részére figyelünk. Nézzétek csak! Láttátok? Megjelent az ereszkedési szög. Tehát az automata pilóta ezt az ereszkedési szöget fogja követni, amikor elkezdi az ereszkedést. Ahogy közeledik a Top of Descent a jobb oldali térképen, a TOD, az útvonalunkon, úgy ereszkedik be az a kis rózsaszín, vagy lila, kis nyilacska. Tőle jobbra a magasságnál már látjuk, hogy beállította magának a megfelelő feet per minute-et, hogy mennyivel fog ereszkedni, és szépen-szépen kúszik befele, ereszkedik az a kis nyilacska. És amikor középre ér, oda a sárga csíkhoz, akkor kezd el a gép ereszkedni. Már el is kezdte, 300, 400, 550, szépen elkezdett ereszkedni a repülőgépünk teljesen magától.
mondom, vénavgomb be legyen nyomva, magasság be legyen állítva, és vénav profil legyen állítva, és akkor tökéletesen ereszkedik, fordul ráfele az érkező eljárásunkra, majd fordul az approach-ra. És majd meglátjátok, hogy mennyire tűpontosan ott lesz 4000-en Atikónál. A következő waypointunk a repülési terven a BP 855, azon pedig 3000-en kell majd lennünk, ahogy látjátok, ott van a repülési útvonalban. BP 855, 3000. Utána majd 2500 a BP 854. Az a final approach fixünk. Na most, akkor nem is muszáj egyből, nem is muszáj 3000-re állítani a magasságot, állíthatjuk 2500-ra is, ugyanis Atikónál nem fogja a kötelező 4000 láb alá engedni a gépet. Láthatjuk a magasságmérőnk felett ott az a 2500-as, és mellette ott az a 4000-es lila vagy rózsaszín szám, na az jelzi nekünk, innen tudhatjuk, hogy ő egy bizonyos magasság alá nem fog menni. Tehát hiába állítjuk alá a magasságmérőt, nyugodtan állíthatjuk, ő nem fogja engedni. Tehát ott megáll, de ugyanakkor a 2500 nekünk már be van állítva, előre dolgoztunk, mert a 2500 az ILS befogási magasságunk. Aztán ha Atikót elhagytuk, az a 4000-es szám is változni fog, a waypointban következőként szereplő BP 855-nél, ugye 3000-en kell lenni, tehát ez a 4000-es szám át fog váltani 3000-esre, és mindenféle beavatkozás nélkül fogja követni a gép ezt. És mint mondtam, tűpontosan 4000-en vagyunk Atikónál. Elhagytuk Atikót, változott a szám, az a kis rózsaszín szám, amit mondtam. Látjátok, átváltott 3000-re. Tehát most már a következő waypointon 3000-en leszünk. 2500 beállítva, azon fogjuk elkapni az ILS-t. A következő kis sípoló hang majd azt jelzi nekünk, hogy 1000 feet van, ez a hang, 1000 feet van a beállított magasság és a jelenlegi magasságunk között. Tehát, hogy közeledünk a beállított magasságunkhoz. Mint láthatjuk, ismét tűpontosan érkezünk a megadott waypointnál a megadott magasságra. Most rááll a végső egyenesre, és ha figyeltek, ott egy érdekes dolog fog történni. Itt fogja észlelni elsőként az ILS-nek a glide slope-ját, egy zöld G betű fog majd megjelenni. Az azt jelenti majd, hogy a glide slope-ot érzékeli. És ugyanekkor zöldé változik az alsó kis tünk, az meg azt fogja jelenteni, hogy ráállt a localizerre. Látjátok? Át is váltott mind a kettő zöldre. Tehát glide slope és localizer. A localizer a pálya hossztengelye, meghosszabbított hossztengelye lényegében, a glide slope pedig a kis lejtő, ami szögön nekünk ereszkedni kell, tehát lényegében az a siklópálya, vagy a sikló szög. De ezt általában glide slope-nak mondják, én is így tudom, nem tudom magyarul, hogy használják. Továbbá ebben a felső mezőben még megjelent nekünk egy fehér GS jelzés, tehát itt mutatja nekünk, hogy az automata pilóta mire készül.
ugyanis azért fehér, mert még csak készül. A GS az a glide slope, és azt mondja ezzel nekünk, hogy érzékeli a glide slope-ot, de még nem fogta be. Ha befogja, akkor az szépen zöldre változik nekünk. Láthatjuk, amit az előbb mutattam, a kis glide slope kis ikon a magasság mérőnknél kúszik lefele. Tehát egyre közelebb kerülünk ahhoz a ponthoz, ahonnan elkezd süllyedni a gép, és ahonnan teljesen befogja a glide slope-ot. Figyeljük a kis zöld GS feliratot felül, figyeld csak, mindjárt befogja. Befogta, a GS felirat zöldre változott, és ezennel hivatalosan is rajta vagyunk az ILS megközelítésen. Mindez teljesen magától, mert a felszállás óta nem kapcsoltuk ki az automata pilótát. Csak érdekességképp mondom, hogy 20-as oldalszél van, látszik is a gép állásán, és a primary file display-en is mutatja ezt nekünk a kijelző. Hát remélem, hogy kicsit csillapodik odalent, különben egy elég érdekes crosswind leszállás lesz ez, oldalszeles leszállás. Pár pillanat múlva az automata pilótát most már kikapcsolom. Én ezzel a leszállással kívánnék nektek további szép hetet, hétvégét. Ne feledjétek el a Facebook csoportunkat, link a leírásban. Érezzétek magatokat jól, repüljetek sokat, mi mást is kívánhatnék, mint tapasztaljátok ki a Garmin G3000-es előnyeit, repüljetek a TBM-mel is. És találkozunk legközelebb itt, az online légtérben, vagy akár a Facebook csoportunkban is. Sziasztok!